Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és Én köszönöm remélem, a hogy már meghívást. az út fáradalmait ki is pihentem, mert hogyha jól informált vagyok, akkor Örményországból jött nemrég, ugye? Igen, 4 hete érkeztem meg Örményországból, nem egész 4 hete, és csodálatos utazás volt. Tavaly már jártam ott, és akkor eldöntöttem, hogy még egyszer visszamegyek. Nem is bántam meg, életem legszebb utazása lett, egy teljes kerek boldogsággal teli 2 hét volt. Ez igen. Mindjárt visszatérünk még egy mondat erejéig rá, csak tisztem elmondani azt is, hogy 2 hete, tehát ez már a 3. alkalom, indult az a sorozat, amelyben Terézvárosban élő, vagy Terézvárosban dolgozó, vagy Terézvárosban nagyon sokszor visszajárókat mutatunk be, és hát leginkább nem titok, ez nyugdíjba vonulások után, de én merem állítani, és Zsuzsa esetében is, és itt jön megint Örményország, hogy hát azért nem kis feladat vállalkozni egy ilyen útra, és megtekinteni ezt a gyönyörű országot. Persze, Zsuzsa, még egy mondat, hát mindenki a futball VB lázában ég. És én nem. De az örmények igen, már csak azért is, mert az örmény labdarúgó válogatottnak az a beceneve, hogy Ararát. Csak amióta felbomlott a Szovjetunió 1991-92 óta, azóta soha nem jutottak ki még szegények sem VB-re, sem Európa-bajnokságra, de nagyon sok, nagyon jó focistájuk van, aki nem otthon focizik Örményországban. Na szóval, ha már a megközelítésre kérdezek, nem mindegy, hogy honnan, mert azért is mondtam a Szovjetunió felbomlását, mert úgy tudom, hogy most csak Grúzia meg Irán felől lehet megközelíteni, máshonnan nem. Hát igen, a törökországi részről nem lehet bejönni, és Ararát hegység maga mind a két csúcsával török területen van, de ha az ember Jerevánban jár, és jó az idő, akkor lehet látni az Ararátot. Nekem volt olyan szerencsém olyan szállodai szobát kapni, ahol az ágyamból mind a két csúcsát láthattam az Ararátnak kávézás közben, igen. És hogyha ellátogatunk Korviráb Kolostorhoz, akkor pedig olyan képet is készíthetünk, hogy az Ararát is mögöttünk van. Ez igen. A másik dolog, ami még Örményországgal összefüggésbe hozható, hogy milyenek ott az emberek, hogyan élnek, mert eléggé mondjuk idegen esetleg számunkra, európai ember, már úgy értem, hogy közép-európai ember számára, milyenek? Persze az van a kérdés mögött, barátságosak, elfogadók, idegen szeretők vagy nem szeretők, milyenek? Rettentően jól éreztem magam, ugyanis nagyon figyelnek egymásra, nagyon tisztelik egymást. Ott a férfi-női szerep még eléggé meghatározó. A nők általában mindenütt ülnek, minden járművön, tehát férfiak nem nagyon ücsörögnek, amikor nők is utaznak a metron vagy a kisbuszon, nem jellemző. Nem olyan gazdag ország, mert hát szegény ország, valljuk be, viszont ez a fajta odafigyelés és szeretet mindenütt érződik. Igen. Tehát megy az ember az utcán, most csak egy példát mondok, én megálltam és elméláztam azon, hogy menjek-e tovább a napos oldalon, vagy menjek az árnyékba. És már is ott volt mellettem egy hölgy, és megkérdezte, hogy van-e valami baj, segítsene. Ez tehát, igen. Hogy ennyire. Nagyon vendégszeretők, voltam örmény családnál és látogatóba, hát nem győztem mondani, hogy én ennyi mindent nem tudok megenni. Tehát, hogy, de olyan büszkén mutatták, hogy mi, hát igen, akkor ott azért teát ittunk napközben. Az örmények egyébként hiába van a híres konyakjuk, ők nem nagy ivó nép. Tehát ott részeg embert 2 hét alatt se láttam, tehát nem jellemző, nem szeretik a csúnya beszédet, például a káromkodást. A másik pedig, hogy a nőkkel nagyon tisztelettudók, nagyon kedvesek, és ha meg is környékezik az embert, akkor is, ha elutasításban van részük, utána sem tesznek semmilyen megjegyzést, hanem ha még találkozunk velük, akkor még ugyanolyan kedvesen mosolyognak. Tehát, hogy szóval nem tolakodók. Egyáltalán nem is, nagyon tisztelet tudok, udvariasak, kedvesek. Én rettentően jól éreztem magam körülben. Hát akkor el is hiszem. Hát most viszont, hogyha már Terézvárosról van szó, ugye, ebben a sorozatban, hát az nem titok, mert nyilvánvalóan nagyon sokan tudják és emlékeznek is rá, hogy a Terézvárosi Gyermekkönyvtárnak volt Zsuzsa a vezetője. Hát ami egy dolog, egy nagyon jó foglalkozás, biztos nagyon szerette, de én legalábbis úgy tudom, hogy nagyon-nagyon sok olyan eseményt, rendezvényt is tartottak, ahol nem csak arról volt szó, hogy ki kell venni 3 könyvet vagy a Toldit, hanem irodalmi est, beszélgetések, ezek mik voltak pontosan, hogy zajlottak le? Igen, nagyon sokféle programunk volt, volt nyári nem bejáró kell táborunk is. Most talán megengedik a kollégák is, meg akik jártak a könyvtárba, hogy
hogy büszkén mondhassam el, hogy mi mindent csináltunk. Híres magyar írók is vendégeink voltak, de igazából én arra vagyok büszke, hogy a helyi közösséget tudtuk erősíteni és odavonzani. Hátrányos helyzetű gyerekekkel nagyon sokat foglalkoztunk, értelmi sérült gyerekekkel, azon kívül én híve vagyok a felolvasásnak, ami most egy kicsit háttérbe szorul, de én nagyon szerettem. Bocsánat, csak egy mondat. Nagyon sokan hívei, most nem a könyvtárról van szó, hanem felolvasó színházak kezdenek megint előjönni, és nagyon nézik. Igen, és hát arra büszke lehet Terézváros is, hogy a világon először itt volt Terézvárosban egy felolvasás, non-stop felolvasás 57 órában, tehát azért ez ugye sajnos nem került a Guinness Rekordok könyvébe, mert ők azt írták nekünk vissza, hogy az olvasással nem foglalkoznak, én akkor halálosan megsértődtem rájuk, úgyhogy akkor ezt így nem. De volt zenés estünk, volt iroda a mi szalonunk, mert ugye amikor a könyvtár 98-ban újra nyitotta a kapuit a felújítás után, akkor egy szalonrészt alakítottunk ki, és oda tudtunk hívni vendégeket, akik abban a szalonban meséltek nekünk. A gyerekeknek meg olyan volt, mintha nappaliukba lettek volna, tehát nagyon szerették. Voltak kézműves foglalkozásaink, több önkéntes segítő segítette az én munkámat, közöttük voltak szülők, tanárok, óvónők. Na most a vegyes volt nyilván az összetétel is, mert nem csak 6 meg 8 éves gyerek, biztos volt nagyobb is. Hogyan zajlottak le ezek a foglalkozások, és akik nem voltak ott, nyilván nem tudják rögtön elképzelni, mert én egyrészt feltételezem a sokszínűséget, szóval nem volt ott két egyforma foglalkozás, gondolom. Hát igen. De ez korcsoportokhoz, korokhoz is volt kötve, részben, vagy szülőknek, gyerekes szülők, szülők gyerekekkel, külön gyerekek. Szóval, hogy volt ez? Vegyesen. Volt olyan óvodás klub 12 évig körülbelül, ahol a szülőkkel együtt voltunk. Ott volt mesélés, verselés, tárgykészítés. Akkor volt, hogy csak óvodásoknak és szülők nélkül meghirdetett program, kisiskolásoknak. A gyerekek nagyon örültek, gondolom, és talán jobban megírtak, igen, mint ott a szülők. Igen, igen, valóban. És sok gyerek más oldalát mutatja meg egy könyvtári foglalkozáson, mint az iskolában. Ez némely tanárnak is meglepetést okozott, jó irányba véve a dolgokat. És természetesen voltak olyan programok, amelyek családoknak szóltak. Mert a rendszerváltás után nagyon sok könyvtár megnyitotta a kapuit úgy, hogy egy befogadja a családokat. És az, igen, is a cél, hogy most olyan könyvtárak létesüljenek, ahol együtt megy a család, el lehet különülni a gyerekeknek egyik részbe, másik részbe. Ebben speciális például a Terézvárosi Gyerekkönyvtár, mert ő önálló könyvtár, egyetlen könyvtár a fővárosnak, amely önálló gyerekkönyvtár. Most új kolléganő van, Kaszás Veronika, és ő nagyon szépen modernizálta a tereket, színbe hozta, tehát én nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen utódom lett. Mindenféleképpen szóba kell hozni azt, hogy ahogy változnak az idők, ugyanúgy változik a könyvtárak szerepe is, és a színházak, és a múzeumok is. Most a színházat azért hoztam szóba, mert már jó néhány olyan színház van, aminek az előcsarnoka, meg a bejárat, egyúttal kávézó is, vagy bármi, le lehet ülni, megbeszélni előtte, utána. A másik, a múzeumok, hát most már a múzeumokban sem az van, hogy bemegy az ember, és ott van 4 darab szobor, meg 5 kép, és elmegy előtte, megnézi némán, hanem, ahogy divatos szóval mondják, ugye interaktív programok vannak, kivetítés és digitalizálás. De most a könyvtárat pedig azért hozom ilyen értelemben elsősorban szóba, mert és az első kérdés első fele az, hogy nem irigykedik-e a többi könyvtár, hogy ez így a Terézvárosi Gyerekkönyvtárban először létrejött. A másik fele pedig, hogy itt is van-e olyasfajta törekvés, amit én először talán a Szabó Ervin könyvtárnál hallottam, hogy ilyen vegyes foglalkozások, és már nem az van, hogy cetliket kell húzogatni, hanem sokkal szabadabb, emberközelibb lett a könyvtár. Hát mindenképpen így van, meg az új cél a közösségi tér, tehát hogy a helyi lakosság igényeit figyelembe véve alakítsa ki az állományát és a programjait, tehát ne a könyvtáros mondja meg, hogy akkor ő mit szeretne tálalni, hanem az igényeket felmérve alakítsa ki. Régebben is voltak erre kezdeményezések, mert még az én fiatal koromban is volt olyan bizottság, amely a könyvtár vezetése mellett dolgozott, meg volt diák parlament, szóval sok minden volt, de most azért ez egy demokratikusabb irányzat. A másik pedig az, hogy a digitalizálást azt a könyvtár se kerülhette el, hiszen az állományát, a katalógusát az természetesen felvitte az internetre, mindenki otthon keresett, otthonról előjegyezhet, van olyan ország, regisztrálhat. Igen, van olyan ország, ahol színekkel és
Magyarországon Gödöllőn lehet választani téma szerint is könyveket, amelyeket a gyerekeknek ajánlanak. Tehát nagyon sokrétű az otthonról való munkálkodás vagy keresgélés, és ez nagyban megkönnyítette a könyvtáros munkáját is. A foglalkozások pedig nagyon sok civil szervezet veszi igénybe a könyvtár tereit, és politikamentesen természetesen, meg vallásmentesen, tehát hogy olyan jellegű programokat lehet kivitelezni, és a tereket is úgy próbálja átalakítani most már a 21. századi könyvtárrész, hogy élménypedagógia legyen, élmény és örömszerzés. Tehát mindenképpen ez jellemző most a könyvtárakra, a közkönyvtárakra természetesen, mert a szakkönyvtárak hát az más feladat, de most erről beszélgetünk, és azzal, hogy a korcsoportok ugye nullától akár meddig, ameddig élünk, járhatunk a könyvtárba, és azzal, hogy a 70 év felettieknek, 16 év alattiaknak ingyenessé tette a törvénye a látogatottságot, ezáltal csomó emberbe tudott menni a könyvtárba, aki addig nem. Továbbra is cél persze olyan közönség megtalálása, aki kevésbé jár könyvtárba, de most van egy nagy projekt, az Én Könyvtáram projekt, melyet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár koordinál, amely most feltérképezi a legjobb foglalkozásokat, ötleteket egész Magyarország területéről, és ezeket majd kipróbálva egy egészen új választékrendszerből választhatnak a kollégák, és dönthetik el, hogy mit csinálnak ők a saját helyükön. Egy olyan dologra kérdezek én most rá, ami nagyon foglalkoztatja az irodalom kedvelőket, szeretőket, és főleg a kötelező olvasmányok vonatkozásában, mert most már nagyon sokan azt mondják, hogy a gyerek úgyse olvas el Jókai összes műveit, és egyáltalán a klasszikusokat, noha nagyon sok helyen, vagy talán mindenhol is, a kötelező olvasmányoknál ott van egész évben a Toldi, meg a Kőszívű ember fiai, és még sorolhatnám. És akkor vannak olyan írók, neves szerzők, akik csúnya szóval zanzásítják, szóval a lényeget meghagyva rövidítik a történetet, az ellenzők azt mondják, hogy ez hamisítás, ők pedig azt mondják, hogy legalább a gyerek ennyit elolvas, és nem terheljük a nyári szünidőt, mert hogy most ugye nyári szünidő van. Hogy akarok kilukadni végül is, hogy amikor a könyvtáros ajánl egy könyvet, akkor valamiféle ilyesfajta kapcsolat van-e pedagógusokkal? Természetesen van, hiszen a könyvtáros tanárok egyesületével szorosan együttműködnek a gyerekkönyvtáros kollégák. Egyébként ez a kötelező olvasmány kérdés, én 42 évig voltam a szakmában, ez az folyamatosan azóta téma is volt, tehát hogy ezen olyan jókat mosolygok, hogy most mindig előjön valami. Igen. Különböző elgondolások vannak, hogy mi segíthet egy gyereknek. Ugye az a gyerektől is függ, mert lehet olyan kisiskolás, aki szívesen elolvassa mondjuk a Tüskevárat, igen, de van olyan, aki nem. Na most nekik is meg kell találni azt a módot, hogy milyen más irodalmat olvassanak. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább mai gyerekekről szóló történetet kell olvasni. Természetesen nem elhanyagolható, hogy legyen egy alap, ami minden magyar gyereknek a fejében ott van. Hogy aztán az hogyan kerül oda, vagy milyen módon, milyen módszerrel, vagy milyen dokumentum fajtával, ez egyéntől függ. És nem szabad elítélnünk. És itt van a könyvtárosok felelőssége. Igen, és nem szabad elítélnünk, aki úgy érzi, hogy mondjuk képregényben adja oda majd a Helka című regényt, mert egy kisebb gyereknek az jobban bejön, és akkor azt a történetet megismeri. Hiszen azért valljuk be, én sok felnőttet megkérdeznék, hogy valóban végigolvast-e azokat a könyveket. Tehát, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy elvárjuk a gyerekektől, de mi magunk se biztos, hogy végigolvastuk. Egyébként van egy francia szerző, aki azt mondja, Pernaknak hívják, hogy szíved joga eldönteni, hogy elolvasol egy könyvet, vagy sem. Tehát nekünk egy kicsit abban van felelősségünk, hogy azt a minőséget mutassuk meg, vagy afelé vezető utat, ami a gyereknek a választás lehetőségét megadja. Igen, emellett. És irodalom tanár ismerősöm mondta azt, hogy az iskolának elsődleges célja az is, hogy a gyerek tanuljon meg olvasni. Mert a tisztelet a kivételnek nem nagyon olvasnak, és ez nem csak a gyerekekkel múlik, de rövid idő van rá. Tehát rövid, ez az egyik, mert rögtön az eredményt várják.
De ő azt mondta, hogy igenis, és hogyha az a gyerek Harry Pottert akar olvasni, akkor olvasson, mert legalább megtanul, és legalább olvas. Igen, hát a Harry Potter hozta, még amikor megjelent 2000-es évek elején, igen, hogy az előjegyzés fogalmát bevezette a gyerekek körébe, uh-huh, mert azt nem ismerték. Nagyon sokan angolul kezdtek tanulni jobban, emiatt, mert hogy igen, a neten meg tudták nézni már angolul a magyar megjelenés előtt. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyiknek a jó oldalát kell nézni, hogy mi az, ez amit az behoz nekünk. És végeredményben itt a nyár, amikor azért a gyerekek olvasnak, csak legfeljebb mi nem könyvet látunk a kezükbe. De megmondom őszintén, hogy nyugdíjasként most már én, meg nem könyvtári napi munkában uh-huh lévőként, én is másként állok a könyvekhez, meg az olvasáshoz, tehát ez, és ez minden korban változik. Uh-huh. Tehát nem lehet elvárni, hogy az ember egész életében minden nap több könyvet olvasson, hanem vannak időszakok, amikor kicsit kevesebbet. Van, hát az érzelmi hullámzás is befolyásolja uh-huh például a gyerekeket is. Még egy dolog, említette Zsuzsa az elején, hogy nagyon sokat foglalkoztak hátrányos helyzetű gyerekekkel, fogyatékkal élőkkel, és azért jutott eszembe, hogy kinek mit lehet ajánlani. Van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy hátrányos helyzetű, és ő csak úgy mondta, hát egy ilyen kicsi humorosan megfogalmazva, hogy kétház hátrányos helyzetű, és akkor a gyerek, aki egy nagyon értelmes kiskölök volt, azt mondta, hogy nem 2H, hanem 3H, hihetetlenül hátrányos helyzetű. Na szóval velük foglalkozni, ez a másik része annak a felelősségteljes munkának, ami ezek szerint volt ott. Igen, és hát most már nyugdíjasként én társultam Tárnok Marica és Esznagy Mari bábművészhez, akiknek uh-huh van egy bábos lábos táboruk, és én abban voltam most 3 hétig segítő, ahol hát autista gyerekek és éppek együtt, vagy valaki mozgás uh-huh problémákkal, hiperaktívként került. Ez a segítő felügyeletet is jelent. Igen. Hát részt venni a programokban, uh-huh, igen, igen. Kialakítani, múzeumba mentünk, bábokat készítettünk, előadást tartottunk. Tehát igazából az a nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek legyenek együtt a többiekkel, és igen, a többiek ismerjék meg, hogy van akinek, vannak furcsa tulajdonságai, de attól még ő ugyanúgy gyerek, ugyanazok a vágyai, hát ugyanazt szereti, részt tud venni az előadásban, legfeljebb egy másfajta szerepben. Na de, ha én visszagondolok, én például utáltam bábozni, tehát én nem kedveltem, hogy én ott részt vegyek. Bokor szívesen voltam, de ha lehetett, abból is kihúztam magam, tehát hogy ezt meg kell találni, hogy uh-huh melyik gyereknek mi az, ami igen jó, és egy csoport hogyan tud együtt dolgozni, figyelembe véve ezeket a hátrányokat, amik vannak. És ugye a hátrányos helyzet mit jelenthet? Nem biztos, hogy fogyatékosságot jelent, mert lehet olyan, hogy örökbefogadott gyerek, és másként hozta a genetikáját a családba, mint az a család, ahova került, és már ez is egy hátrány. Még egy dolog, miután most nem vezetője már Zsuzsa a gyerekkönyvtárnak, de hát nagyon sokszor előfordul Terézvárosban, és mint a munkaadó, nem terézvárosi, azért Terézváros Zsuzsa szívében milyen helyet foglal el? Hát előkelő helyen van, ugye itt dolgoztam a legtöbbet. Itt értek, 20-valahány évet? 24, több mint 24 évet. Itt értek nagy sikerek, tehát uh-huh nagy örömek, nagy szerelmek. Tehát én azt gondolom, így több eszemben. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy igenis kötődöm. Sokat járok vissza az 5-ös 10-be kiállításokra, a 6x6-kor nagyon szeretem a helytörténeti előadásokat. Járok egyébként is városnéző sétákra, tehát azért az fontos, hogy továbbra is ismerjem a városomat, meg megismerjem azt igen a részét, ami mellett csak úgy eljövök nap mint nap, szívesen jövök be vásárolgatni is, a könyvtárba is benézek, hogy mi újság. Időnként a Hunyadi térre? Hát oda is szoktam, de oda keveset, de inkább az András úti könyvtárat uh-huh említeném most, mert ő igen egy új helyre fog költözni, a Terész körútra, és most még azt mondom a tévénézőknek, akik hallgatnak, vagy néznek minket, hogy menjenek el és nézzék meg uh-huh az András úti könyvtárat, mert azt az épület részt már nem láthatják többet. Igen. És gyönyörű az olvasóterm, mert csodálatos faburkolat, kandalló van, kedvesek a kollégák, tehát hogy most még van alkalom uh-huh arra, hogy esetleg nosztalgiázzanak, hogy mikor jártak oda, vagy mit olvastak. Én köszönöm szépen a programajánlatot is egyúttal. Hát az talán nagyon furcsa kérdés lenne, ha azt mondanám, hogy mikor lesz a következő utazás a Zsuzsának Örményországba.
Ez nem biztos, hogy ha nem lesz, akkor van-e már valami kiválasztott úti cél? Hát én egy könyvtáros kollega szervez minden évben utat Erdélybe, és most harmadik éve járok velük, úgyhogy augusztusban egy hetet Erdélyben fogok tölteni. És az én kedvenc helyemen, Torockon kezdődik a program. Uh-huh. Én azt a kis falut imádom, a Székelykő, csodálatos, ott egyszer majdnem meghaltunk, tehát nagyon sok amúgy minden köt oda, igen. Tehát nagyon szép út lesz, mert tavaly is az volt. Kicsit lazább, mint az Örmény program, tehát ott azért sűrűbb volt, de itt egy kicsit olyan kávézósabb, családlátogatósabb, ilyen lesz. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm.